Ezeken az emelkedéseken a tedör nagyon jót mosolygott, hiszen a tedör ezt a kamatemelést ellenkező irányba ki tudta használni és ki tudta szipolyozni. Nem másról lesz szó a mai videóban, mint a stabilcoinok jövőjéről. Megnézzük itt a Tether, a harmadik legnagyobb kriptovaluta, egyben a legnagyobb stablecoin kriptovaluta jövőjét, cég tevékenységét, miért áll az amerikai állam, illetve a kincstár érdekében az, hogy a Tether működjön, vagy nem működjön. Kivizsgáljuk azt, hogy milyen felendülő projektek érkeztek itt, amik a szintetikus stablecoinok jövőjével fog foglalkozni. Mielőtt belelünk ebbe a videóba, megköszönöm neked azt, hogy ha esetleg nem lennél feliratkozva erre a csatornára, mindenképpen iratkozz fel, illetve amilyen tetszik neked ez a videó, mindenképpen likeold ezt be, ez egy visszajelzés lenne számunkra, hogy ezek a tartalmak neked igenis hasznosnak bizonyultak. Ilyen és hasonló tartalmakat megtalálsz részletesebben a www.defihangri.com oldalon, ami egy olyan oktatási és információs platform, ami Magyarországon első számúan indított egy saját applikációt is, amit le tudtok tölteni mind Android, mind pedig iOS alkalmazásban. Ezen felül itt minden olyan fontos infót megtalálsz, ami a zárt közösségünk által követett projekteket, portfóliókat, különböző elemzéseket érinti. Itt oktatóanyagokat is megtalálsz, amik folyamatosan bővülnek, tehát ez nem egy egyszeri kurzus, hanem ez egy folyamatosan bővülő, havi szinten történő frissítésekkel haladó platform, rengeteg-rengeteg érdekességgel. Tehát, hogyha ezt téged érdekel, szeretnél tanulni, magadat képezni, és jobban érdekel a decentralizált pénzügyek világa, legyen az a Bitcoin decentralizált pénzügyei, az Ethereum, az ethereum -a a kompatibilis láncok pénzügyei, illetve a nem ethereum -a a kompatibilis láncok, mint Solana, decentralizált pénzügyei, akkor mindenképpen iratkozz fel, nézd meg itt a linkeket a leírásban, és hogyha még nem lenne tőzsdefiókod a, a Binance-en, Bybit-en, OKX-en, OK vagy akár Bingex-en, akkor mindenképpen csekkod le itt bónuszokért a különböző regisztrációs lehetőségeket, hiszen ezekkel a tőzsdékkel én partnerségben állok, tehát ezek a tőzsdék számotokra bónusz kriptokat fognak tudni felajánlani. Most viszont ugorjunk is bele a videóba akkor kezdésnek nézzük is meg a harmadik legnagyobb kriptovalutát, ami nem lesz más, mint a Tether. Tether nem csak a harmadik legnagyobb kriptovaluta több mint 109 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, hanem a Tether az maga a kriptovalutáknak a legnagyobb stabil konja jelenlegi helyzetben. tether tudnunk kell, hogy egy fizikálisan alátámasztott módon jelképezi a dollár-to-dollár dollár to dollár stablecoin jelenséget. Ez azt jelenti, hogy egy tedőr mögött egy USA dollár helyezkedik el, amelyet egy banki biztosít a tedőr cég, ami azt jelenti, hogy a tetherhoz beáramló dollárok, ez az összesen egészen pontosan 109 milliárd dollárnyi kapita piaci kapitalizációjú pénz, ez valóban megtalálta az ő cégük bankszámláin. Amit viszont itt ki fogunk emelni ebben a videóban, az az, hogy az amerikai állam számára ez milyen problémákat okoz, hogy a már ekkorára nőtt, illetve azt, hogy a Tether hogyan is keres pénzt, és mivel nehezíti meg, mivel használja ki a Federal Reserve, tehát az amerikai jegybanknak a különböző kamatlábait, mit lovagol itt meg, milyen összefüggések vannak itt a kincstárjegyeken keresztül magával, az amerikai kincstárral, és hogy valójában miért áll érdekükben különböző kriptotőzsdéknek az, hogy a tether szépen lassan esetlegesen le tudják cserélni egy olyan stablecoin megoldásra, amelyeken ők is nagyobb profitot tudnak realizálni. A Tether cég nem egy bank, viszont olyan műveleteket hajt végre, mint hogyha egy bank lenne, illetve ezekkel a műveletekkel olyan problémákat okoz az amerikai egybanknak, ami miatt sajnos nem annyira szeretnék, hogy hosszú távon létezzen. Természetesen ezt nem tudják egyik napról a másikra megsemmisíteni, viszont itt érdemes lesz pár olyan dolgot kiemelnünk, ami miatt a Tether cég kihasználja az Amerikai Egybankot. Itt meg kell ismernünk kettő fontos kifejezést, ez a kettő fontos kifejezés nem lesz más, mint a teljes tartalékkal rendelkező bankok, illetve a részleges tartalékokkal rendelkező bankok kifejezése, hiszen ezek fogják itt meghatározni azt, hogy hogyan is működik egy Quantitative Easing, illetve egy Quantitative Tightening állapotban, a Federal Reserve és a bankok közötti viszony. Ezt szűk itt pontosan megnézni. Tehát a tartalékokat tekintve a bankoknál fontos kiemelnünk, mint mondtam, a teljes tartalékkal rendelkező bankrendszert, illetve a részleges tartalékokkal rendelkező bankrendszert. Tehát itt úgy kell felfognunk azt, hogy ha valaki mondjuk részleges tartaléki bankrendszerben dolgozik, hogy amennyiben valaki befizet a bankba például 1000 dollárt, akkor abból az 1000 dollárból 500 dollárt a bank ki tud adni, különböző hitelek vagy termékek formájában, amire kamatot számít fel, és ezen a kamaton keresi meg a bank a pénzét. Ez természetesen ahhoz járul hozzá, hogyha mindenki berohanna a bankba, hogy kivegye a pénzt, amit befizetett, akkor a bankoknak a kiadott hiteleken keresztül likviditási problémái lennének, hiszen nem teljes mértékben fedezik, illetve tartják azokat az összegeket, amiket az emberek befizettek oda. Ezzel ellentétben a Tedőrnél mint befizetési forma. Az történik meg, hogy minden egyes befizetett dollár után egy tedőr jöhet létre, és amennyiben, hogy az ember azt az egy tedőrt kiváltja, akkor az a tedőr számláiról gyönyörű szépen kiutalódik arra a számára, amiről megvásároltuk a tedőrt. Tehát alapvetően ahhoz a tartalékhoz nem nyúlhat a tedőr, hiszen minden stablecoin után egy, stable, egy USA dollárt kell nyilvánvalóan rendelkezésre bocsájtaniuk a felhasználóknak. Most miközben van a Federal Reserve-nek, az amerikai jegybanknak ehhez az egészhez, hogyan tevődik ez össze, mit érdemes itt tudnunk. Itt kettő fontos kifejezést kell megismernünk, és ez nem lesz más, mint az általunk már gyakran használt kifejezés a quantitative easing, illetve a quantitative tightening. Ugye az easing az azt jelenti, hogy az amerikai jegybank elkezd kamatokat csökkenteni, ezzel egy kedvező pénzügyi légkör teremte a piacok számára, így a pénzáramlása gyorsabban tud megtörténni, jobban tudnak a bankok hitelezni, jobban tudnak az emberek hiteleket felvenni, etc. etc. Ezzel szemben a quantitative tighteningnél nyilvánvalóan a kamatok emelkednek, és ez azt jelenti egyidejűleg, hogy a pénzáramlása lelassul, a gazdaság lelassul, és ez vezethet például ahhoz, hogy egy recessziós állapot lépjen be. Na most nézzük meg azt, hogy mi történik egészen pontosan a mérlegeken, akkor, amikor a Federal Reserve, tehát az amerikai jegybank elkezd kamatokat vágni, illetve amikor kamatokat csökkent. És ehhez megint csak vissza kell ugranunk a tedőr és a tartalékok összefüggéséhez. Miért jobb a Federal Reserve számára az, hogy egy banknak csak részlegesen legyen tartaléka félretéve, és miért jó az, hogyha például egy bank flexibilisan azokat a tartalékokat be tudja váltani például államkötvényekre, különböző más értékpapírokra. Ez azért fontos, hiszen amikor megtörténik a quantitative easing, mikor tágul a gazdaság, mikor gyorsul a pénz áramlása, akkor alapvetően a Federal Reserve nem csinál mást, mint a bankoktól megvásárolja ezeket a kötvényeket, és ezzel pénzt juttat a bankok zsebébe, kvázi ilyenkor a Fed mérlegén azt láthatjuk, hogy egy emelkedő Federal Reserve balance sheet emelkedő stádiumba átlépő egyenleg um, emelkedés történik, egyenleg duzzasztás történik. Mikor elkezd a Federal Reserve egészen pontosan az amerikai egybank kamatot vágni, ilyenkor ezeket a kötvényeket elkezdi eladni a bankoknak vissza, ezzel pénzt visszavonva nyilvánvalóan a mérlegére, így a balance sheetjéből a kötvények összessége kifolyik, és pénz áramlik be cserébe. És ez az oda visszaság, amit itt láttunk, hogy a bankokba hogyan jut el pénz a kötvényeken keresztül, hogy a federaliző, tehát a jegybank hogyan vásárol, megírta adja el ezeket, hogyan csökkenti a belensítjét, hogyan emeli a belensítjét, ez milyen kiadásokkal van. Ez azért van, hiszen így sokkal jobban, így sokkal kontrolláltabban tudja figyelni a pénz áramlását. Amit viszont ez teljes mértékben fölrugott és megnehezített, az nem volt más, mint egy olyan szükséghelyzet, mint amit a Covid pandémia alakított ki itt egyébként a különböző stimulus csekeken és különböző más támogatásokon keresztül az emberek zsebébe úgy jutott pénz, ami teljes mértékben konkrétan ingyen volt, és ezeket ugye a különböző bankokon keresztül megszerzett hitelekkel szemben nem úgy határoztak meg, hogy ott az adósnak kell valamit fizetnie a hitelezőnek, hanem a teljes mértékben ingyen megkapott pénzekről beszélünk. Na most ez az inflációs hatás ahhoz vezethet, hogy a quantitative tightening, jöjjön, illetve lépjen életbe, és itt ugye azt tudjuk jól, hogy ez ahhoz vezetett, hogy az alapkamatok megemeléséhez jutottunk el, ami ugye itt látható módon a Federal Reserve balance sheetjének a csökkenését idézte elő. És amióta csökken ez a, a balance sheet, azóta látjuk azt, hogy magasak a kamatok, nem éri meg ugye a bankoknál különböző hiteleket felvenni az embereknek, így a pénzáramlásra alassult. most nézzük meg azt, hogy a pontosan ez mit jelentett, és miért volt kedvező egy teljes tartalékkal rendelkező bank számára, illetve akár a tedőr számára is az, hogy ez az állapot kialakult. És a pandémia ötvözve azzal a hihetetlen jó kamatkörnyezettel és azokkal a bankokkal, amelyeknek csak részeges tartalékai voltak, és ezeket mind, mind kiadogatták különböző hitelekben, a Federal reserve tehát a jegybanknak egy döntést kellett hoznia, hogy az infláció menetét elkezdje lelassítani, és mit csinált itt? Nem csinált más, mint hogy elkezdte ezeknek a bankoknak felajánlani azt, hogy egy sokkal jobb kamatot fizet számukra, csak ne tágítsák a pénzmennyiséget, tehát ne adjanak ki annyi hitelt. Viszont ezek a bankok ugye ebből éltek. Tehát felajánlotta nekik azt a programot, amit IRBO-nak is nevezünk, ami a Fednél lévő banki tartalékok szorozva a banki tartalékok egyenlegének a kamatlábával. És ez lesz az IRBO. És mielőtt még a Federal Reserve nem kezdte el nagyon megemelni a kamatjait, az alapkamatot, addig ez nem volt egy olyan őrületesen nagy probléma. Ám később, mikor ugye elkezdtük az inflációt nagyon-nagyon leküzdeni, a Federal Reserve megemelte a, a, a kamatokat, ugye mindig nézzük a különböző inflációs adatokhoz viszonyított, az FOMC meetingen meghozott, kamat döntéseket, így látjuk azt, hogy ez folyamatosan emelkedett is. Ezeken az emelkedéseken a tedör nagyon jót mosolygott, hiszen a tedör ezt a kamatemelést ellenkező irányba ki tudta használni, és ki tudta szipolyozni, ki tudta használni konkrétan a jegybanknak a különböző kamatait, amit ugye a ted nyerességként tudod elkönyvelni. Itt azt kell tudnunk, amikor elkezd a Federal Reserve kamatokat emelni, tehát itt a jegybank elkezd kamatokat emelni, akkor kötvényeket ad el banki tartalékok ellenében, és ez azt jelenti, hogy ha van banki tartalékban, banknak van pénze, akkor be tudja tenni a Federal Reserve-höz, és kicserélődik, tehát a banknak nem dollár alapú, vagy nem fiat -valuta alapú tartalékai, kezdenek képződni, hanem banki kötvények kezdenek képződni. A banki kötvényeket viszont be tudják ugye váltani dollárra, amit a Federal Reserve beszippantott. Most ugye a Federal Reserve-nek különböző kamatokat kell ezért fizetnie, és ahogy mentünk bele ugye itt az elmúlt pár évnek az eseményében, hogy láttatok azt, hogy egészen 5, akár 5,50 ig emelték a kamatokat, amit most ugye elkezdtek egy ideje csökkenteni. De most amit figyelünk az az, hogy a TED-örnél ugye nem egy olyan bankról beszélünk, egy, nem egy amerikai licenszer rendelkező bankról beszélünk, hanem egy olyan cégről, amely teljes tartalékot tud felhalmozni, ám ezeket nem tudja ebben a programban beváltani. Viszont a Tedőrnek volt lehetősége arra, hogy a beszedett pénzből olyan befektetéseket végezzen, ami ezt a Federal Reserve által végrehajtott programot ki tudja használni, és pontosan így tudták kiszipőzni ezeket a kamatokat azokon a pénzeken, amit a Tethernél letétbe helyeztek. És a Tether úgy használta ki ezt a helyzetet, hogy több mint 81 milliárd dollárnyi befektetést hajtott végre különböző pénzpiaci alapokba, illetve kincstárjegyekbe. Ezeket a kincstárgyeket egyébként t is nevezhetjük, vagy t is hívják, és ezt ugye a kincstár Janet Yellen képviseletével adja ki. És ezeket a lövid, rövid lejáratú t eket azért vásárolta meg, hiszen ezeken voltak a legnagyobb ö, százalékú nyereségek, amiket a Tedder úgy tudott realizálni, hogy konkrétan ezt a magas kamatot kiszipőjözve az Amerikai Egybanktól, tudta a 81 milliárd dollárnyi befektetésén realizálni. Tedderön kívül más stablecoin kibocsátó cég is folytatta ezt a stratégiát, mint például a USDC, ugye a Circle cég által kibocsátott USDC, ami egy stablecoin, szintén igen magas piaci kapitalizációval rendelkezik itt, e, hatodik helyen. És ami itt nagyon-nagyon veszélyes, az nem volt más, mint a 2008 óta megnövekedő kincsteljék piaca, amely olyan tekintetben van egyenesen arányosan a kötvényekkel, ugye az államkötvényekkel, kötvényekkel, hogyha ezeknek az értéke például beesik, akkor az húzza magával a kötvényeknek az értékét is. És ez ugye, aki figyelt az előző videóban is tudja az hogy miért véget itt március 15-én, 2024-ben az nem volt más, mint a Bank Turn Funding Program, amit ugye a jegybank alakított ki a bankok olyan szintű megmentésére, hogy azokat a bankokat, akik kötvényekben tartották a tőkéjük nagy részét, tőketartalékaikat, azoknak felajánlottak azt a lehetőséget, hogy nem menjenek csődbe, hogy a bank kötvények azon értékén tudják visszaváltani a tranzakcióikat, amiken ezeket megvették. Tehát ne realizáljanak veszteségeket a banki köt az államkötvényeket ezek a bankok. És amennyiben itt a tether tekintve, vagy a USDC-t tekintve történik egy nagyobb mértékű eladás, hiszen ők kinsteljéket vettek, t vettek, akkor az húzná magával az államkötvényeket. Tehát ez itt megint csak egy ilyen problematikus helyzetet alakít ki, amiben annyira nem csípik mondjuk így a Tedőrt az államok, illetve az állami szervek, vagy akár a, a, a jegybank, és ez sajnos ahhoz vezethet, hogy amennyiben például ezek a cégek, mint a Tedőr vagy a USDC valamilyen problémába kerülnek, akkor nem gondolom azt, hogy a, a, ezek a szervek a segítségükre rohannának. Tehát az a lényeg, hogy olyan új cégek kezdenek kialakulni a piacon, ami hatalmas figyelmet kapnak, illetve ezeket a problémákat mellőzve egy olyan alternatívát kínálnak, amivel a kriptopiacon egy új és viszonylag jól működő megoldást tudnak adni a stablecoinok -ok tekintetében, és még yieldet is, tehát hozamot is garantálnak. És ehhez belépett csomó olyan cég, amelyek például különböző tőzsdék, vagy kripto cégek, akik ezeket támogatják is itt. Nem lesz másról szó, mint a szintetikus stablecoinokról, és kettő fontos olyan projektről szeretnék ebben a videóban itt tehát beszélni, amelyek ezt a szintetikus stablecoin megoldást hozták ide innovációként a piacra. Most, hogy megbeszéltük ezeket, akkor nézzük is meg azt, hogy milyen cégek indultak itt el, és itt kettő nagyon fontos ö, opciót emelnék ki, és az nem lesz más, mint a Bounce Bit, amely a Bitcoin alapú szintetikus stablecoin problémáját szeretné megoldani, illetve maga az Ethina, amely az Ethereum alapú szintetikus stablecoin terméket kínálja, amire egy kicsit kísértetiesen magas 11,6%-os évi hozamot garantálnak. Nézzük meg azt, hogy hogyan működnek ezek, milyen új hullámot indítottak el, és mik lennének azok az olyan projektek, illetve az a kettő olyan fontos projekt, amit piacvezetővé válhat, és miért, és miért gondolom azt, hogy itt például ingyenesen is részt tudunk venni egy újabb az etina hasonló projektnek az indulásában, amiről egyébként itt a www.defiangry.com oldalon is tudtok bővebben olvasni, és ide folyamatosan jönnek az update-ek. Én mindig törekedek mostanában arra, hogy úgy tudjunk egy újabb projektben részt venni, hogy a kockázatunkat minimalizáljuk, és alapvetően, ha lehet, akkor ingyenesen tudjunk ezekbe részesülni. És pontosan ez történik itt, hogy úgy tudunk például a bounce biten keresztül pontokhoz és ezen keresztül például ennek a coinlab a kitettségben is részesülni, hogyha ide bitcoint küldünk be, és stékeljük le ezeket. Na most tudnunk kell, hogy ezek a projektek, mint itt TINA, Bouncebit, olyan cégektől kaptak támogatást, mint például a Bybit, Binance, Gemini, Kraken, tehát olyan hatalmas kripto cégek, amelyeknek nyilvánvalóan érdekükben van az, hogy részesedjenek azokból a hihetetlen magas hozamokból, amit ezek a stablecoinok -ok le tudnak bonyolítani, és a Tether esetében nem tudtak ezek a cégek részesülni ezekben a hozamokban, és nyilvánvalóan ezért nyomják előre ezeket a új feltörekvő projekteket. Tehát amennyiben még nem lenne például a Binance vagy Bybit vagy OKEx vagy BingX fiók, akkor mindenképpen csekkod le itt a linkekben lévő leírásokat, hogy bónusz kriptóban tudj részesülni. Most, hogy ezeket megbeszéltük, Nézzük meg, hogy hogyan működik az eTina, milyen veszélyek vannak itt, illetve miért tud az eTina ilyen nagyszerű ö, hozamot garantálni a stablecoinjára, amit a usd nek is nevezünk, mik támogatják ezt, és mik azok az elmúlt ö, időszakokban történt események, ami miatt sok embernek félelme van ezekkel a szintetikus stablecoinokkal kapcsolatban, illetve mi a különbség a Terra Luna ust je és az eTina között. Nézzük is meg, tehát ki. nem látta volna az előző, években feltöltött videóimat a Terra Luna katasztrófájáról, az mindenképpen tekintse meg, ugye ott egy algoritmikus stablecoin összeomlását láthattuk, ahol is ugye a lunák inflálódtak el a semmibe, akkor, amikor ugye levált a UST az egy dolláros rögzítésről. Na most ebben az esetben itt ez nem tud megtörténni ilyen formában. Itt más veszélyek vannak, amikről a videó végén fog beszélni. Alapvetően itt egy szintetikus stablecoin egy szintetikus stabilcoin beszélünk, ahol az Ethereum, a lekötött etereum, illetve egy short pozíció a dollára uh, fogja fizetni azt a hozamot, amit itt a USD biztosít, ami jelenlegi helyzetben 11,6%. Amit tudnunk kell, hogy a stake Ethereum egy olyan a hálózaton lekötött Ethereum mennyiségből fizetődő yieldet generál, amit itt például a Lido Finance-ben vagy a Frax Shares-en keresztül tudunk elérni, tehát hogyha lekötünk különböző Ethereum mennyiségeket, akkor hozamot tudunk generálni. Ez azóta van, amióta ugye az Ethereum átelt Proof of Stake-re, és ha felmegyünk például itt az Ultrasound.money oldalára, akkor azt is láthatjuk, hogy az Ethereum nem csak Proof of Stake-re hanem egy deflációs hatásba is átlépett. Ha deflációs értékeket nézzük, akkor azt fogjuk mondani, hogy ha a dollár inflációs, mint látjuk, akkor az Ethereum a deflációs hatásával hosszú távon a dollárhoz képest folyamatosan emelkedni fog az értékében, ha egy optimális világból indulunk ki. Na most, amit megfigyeltünk, az az, hogy milyen open interest tehát milyen a, a, kereskedőknek a hajlama, a kereskedési hajlama, milyen pozíciókat vesznek föl, és itt év év, tehát ugye annual nézetben, tehát éves nézetben azt látjuk, hogy a átlagosan 147-es százalékú open interestünk van pozitív irányba, tehát a fundingunk azt jelenti, hogy az Ethereum iránti kereslet nagy részben long pozíciókat jelent. Ez azt jelenti, hogy a longosok fizetik a sortosokat, és így itt az itinának a funkciója megint csak egy olyan értelmet kap, hogyha behelyezünk értéket USD ellenében, akkor ez az okos szerződés tulajdonképpen a Ethereum dollár párra egy olyan pozíciót vesz fel, hogy a dollárt sortolja, és pontosan ennek a éves szinten megfigyelt funding rétnek a hozamából fizeti a yieldnek egy részét. A másik részét pedig természetesen a előbb említett liquid staking platformon lekötött, különböző staked etereumokon keresztül biztosított yielden keresztül fogja fizetni. Tehát alapvetően így áll össze röviden tömören ennek a, 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 működése. Ennek a működéséről egy részletesebb leírást ide a DeFi Hungary oldalra fogok feltölteni, amennyiben ezt érdekel mindenképpen csatlakozz be ide a www.defihangri.com oldalon. Amellett, hogy ilyen nagyszerű hozamot tudnak garantálni a stable stablecoinjukra, a 11,6%-ot, vannak veszélyek is. Ezek a veszélyek nem másban rejlenek, mint azokban a szereplőkben, ahol például ezek a short pozíciók tartandók. Itt lehetünk, vagy beszéltünk olyan centralizált váltókról, amiken keresztül ezek a perpetuál, tehát ugye ezek a future szerződések működnek. A másik oldalon pedig ugye ott van nekünk az okos szerződésben rejlő veszélyek, amik megtörténhetnek, hogy például ott meghekkelnek, valamilyen okos szerződést, vagy pedig, hogyha rámegyünk a Staked ethereum például egy Lido, Lido okos szerződésére, ahol például a Staked ethereum -ok tudják valamilyen úton módon kivenni, akkor az is mind-mind egy kockázat lehet az ITINA e működésére, és így a USDI, tehát a stablecoinjuknak a, a egyensúlyba való kilendítésére. Szóval ezekre figyelni kell, ezek mindig olyan fázisban lévő projektek, ahol abszolút ott van az, hogy, hogy, hogy ezt megbolygathatják, viszont itt látjuk azt, hogy ez a narratíva igencsak erősen elindult a kriptó szektorban. Ezzel szemben ugye másik oldalról mondtam, hogy indul ugye a bounce bit is, ami szintén egy ilyen hihetetlen nagy támogatást élvező stablecoin projekt, ami viszont nem más, mint magát a, a bitcoin fogja alapul venni, és így, hogy a bitcoin decentralizált hálózatán a dezentezett pénz elindultak ezek a különböző Layer 2 megoldások, mint például a Stacks, ott van nekünk most ugye a Merlin Chain is, rengeteg újítás történik, ezekről egyébként folyamatosan update itt a, a weboldalon, illetve az applikációban, hogy nagyon-nagyon érdekes, és ez mind-mind ugye vásárlási nyomást tud helyezni például az ethereum mint például akkor a Bitcoinra is, és akár ezeknek a liquid staking platformjaira, vagy akár pedig ugye a Bitcoin layer 2 is. Szóval érdekes jövő előtt állunk. Én azt gondolom, hogy mindent megbeszéltünk, ami itt Fontos tudni való a Tedorral kapcsolatban, a szintetikus stablecoinok jövőjével kapcsolatában, és erről egy részletesebb leírás, mint mondtam, itt a www.defiangri.com oldalán fogok nektek publikálni. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett ez a videó, mindenképpen lájkoljátok be, illetve iratkozzatok fel. Vigyázzatok magatokra! sziasztok!